Az elmúlt évek statisztikái alapján elmondható, csekély a részvételi arány az európai parlamenti választásokon, hangzott el a Jobbik tegnap tartott sajtótájékoztatóján. Dr. Kis Attila a választáson való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet. Természetesen a pártomat és az elmúlt időszak munkáját szeretném azzal a választók látókörébe hangsúlyozottan megjeleníteni, hogy igenis induljunk el, és vasárnap vegyünk részt ezen a választáson. Ugye a parlamenti választásokon 3200 makói szerint személyemre, illetve a Jobbik Magyarországért mozgalomra 3200 fő adta le voksát. Ezért úgy gondoljuk, hogy ezek az emberek igazából egy meghirdetett program, egy meghirdetett gazdaság, egy meghirdetett nemzeti egy megmaradás mellett adták le voksaikat, és ezt szeretnénk, hogy ezt az ebéli igényüket nem csak ezek a szavazók, hanem akik azóta vagy addig megismerték a Jobbik Magyarországért mozgalom országos programját, és értesültek erről, azok most már látják azt a munkát, ami ebbe fordított a szerint csapatom, illetve az egész Magyarországért dolgozó Jobbik közösség, és ezért gondolom, hogy ahhoz, hogy ténylegesen ne egy európai Egyesült Államokat hozzunk létre, hanem egy tényleg nemzetek Európájába, egy nemzetért dolgozó és egy nemzetek gazdasági együttműködésért dolgozó európai parlament és Európai Bizottság jöjjön létre, szükség van arra, hogy egy ilyen nemzeti párt képviseltesse magát az Európa Parlamentben. A Jobbik Makói Alapszervezetének elnöke elárulta azt is, kik képviselnék hazánkat, ha a választópolgárok a Jobbikot juttatnák be az Európai Parlamentbe. Listavezetőnk dr. Morvai Krisztina, úgy gondolom, és akik figyelemmel kísérték az elmúlt időszak munkáját, őt nem kell bemutatni a publikumnak. Jogvédőként, jogászként úgy gondolom, hogy nagyon sokat hallatta a parlamentben a hangját, ő a listavezetőnk, majd őt Balczó Zoltán követi, Staud Gábor, akik, és Kovács Béla, akik őt követik. Mi azt szeretnénk, hogy ez a gondolat, amit meghirdetett a Jobbik Magyarországért mozgalom a parlamenti választásokra írt programjával, eznek kell, hogy képviselve legyen a parlamentbe is, az Európa Parlamentbe is, pontosan azért, hogy azok a gondolatok ténylegesen anyagi megvalósítás szintjén is lehetőséget kapjanak, hogy az elmúlt időszakban vagy a következő időszakban megvalósulhassanak. Az európai parlamenti választás május 25-én, azaz most vasárnap lesz.